Ezt a bonyolult szöveget jó, hogy na-na-na-na-na, jó? Elrohanul. Egy, két, három, na-na-na. És tapsoltak a nézők, az Apostol együttes gondoskodott a kiváló hangulatról. Célirányos akkor az előadás mód is, meg a nóták is úgy vannak összeválogatva, hogy azoknak általában menet közben is szoktuk variálni a történeteket. Tehát hogy egyik nótát látjuk, hogy a közönség most nem úgy reagál, akkor rögtön változtatunk, de itt adott a helyzet, úgyhogy itt azt kell játszani, amit 1970-ben vagy 80-ban játszottunk. Nincsen és nem is lesz búcsú koncert, szinte minden hétvégén fellépnek, télen színházakban, tavasztól őszig pedig szabadtéren. Ez egy olyan szakma, hogy a színpadról viszik el az embert, úgyhogy mindenki mondja most ez az utolsó, meg ez az utolsó, de egy idő után üresség lesz, és az űrt valamivel be kell tölteni, és akkor hová menjen, ahol az életét eltöltött a színpadot. A közönség egy kicsit nosztalgiázhatott is. Volt, aki a legelső 1970-es koncertre is emlékezett. A lassan már fél évszázados együttesnek a mai napig sok rajongója van. Budapesten, a Margit-szigeten, a kaszinóba léptek föl annak idején, a 70-es években, és mi ott voltunk. Nagyon szeretjük őket. Nagyon. Ilyen táncos hely volt. Örülünk, hogy jönnek, és végre láthatjuk őket, a korosztályunk. Szeretik a zenéjüket, ez nagyon, nyilván azért. Nagyon, igen, így van, szeretjük. Úgyhogy most örülök, már nagyon régen nem láttam, nem hallottam őket, most örülök, hogy újból itt vannak, láthatjuk. Van esetleg kedvenc dal, vagy olyan zene, amit nagyon bármelyik, amit ők játszanak, bármelyik. Harmadszor rendez hasonló esemény Győr idősügyi tanácsa, amelyre nagy igény van. Tavaly évben Kovács Katit láttuk vendégül, most pedig a Apostol együttes van itt, és hát nagy öröm számunkra az is, hogy a szépkorúakat ingyenesen tudjuk vendégül látni, tehát nem mindegy, hogy több ezer forintos belépődíjat ki kell fizetni, az idősügyi tanács költségvetéséből ezt álljuk, egy szép emléklapot is kapnak gesztusként, mi számítuk őrájuk, és ők is számíthatnak mi ránk, és azt gondolom, hogy ez is jól fog sikerülnek, hogy jövőre is folytatjuk. A koncert nagy közönségsikert aratott, így egészen biztos, hogy lesz folytatás. A ráadásdal után az együttes Radnóti Ákostól átvehette a város ezüst emlékérmét több évtizedes munkájáért és a győriek magas színvonalú szórakoztatásáért. Ezt tényleg nem tudtuk. Hálásak vagyunk. Köszönjük szépen nektek és a városvezetésnek.